2004-ben a TV2 után vállalkozó lettem, anyukám másfél hétig sírt, hogy megbolondultam, hogy egy ilyen jól fizető, magas pozícióban szabad szeretnék lenni. Engem soha nem érdekelt a pozíció. Na! Hoho! Itt egy olyan kislányt látok, aki egy ilyen jó kislánynak van nevelve. Az én anyukám azt gondolta és abban hitt, hogy aki jó képességekkel születik, abból bizony ki kell hozni a maximumot. Úgyhogy például hozhattam 1-est, meg hozhattam 5-öst az iskolából, mert a rossz napja mindenkinek lehet, meg tudhat. A 2-es, 3-as, 4-es az középszerű, és mi bármilyenek vagyunk, csak nem középszerűek, ezt hallgattam mindig. Nagyon szép gyerekkorom volt, nagyon nagy szeretetben neveltek, csak hát tényleg nagyon poroszi szigorban, nagyon következetesen, amit akkor talán nem értettem, ma már viszont látom az eredményét. Erről ez jutott eszembe. Ho-ho. Na hát itt azért ez már egy idősebb korú kép, amit látok. Ez életem egyik legszebb szakasza munka szempontból. A Sláger Rádióban dolgoztam 1997-től, ami azért egy nagyon érdekes korszak, mert ez volt a kereskedelmi televíziózás és rádiózás aranykora Magyarországon. A Sláger Rádió egy amerikai vállalat volt, az Emis Internationalnek az magyar leányvállalata, ahol nekem meggyőződésem, hogy azért kaphattam lehetőséget annyira fiatalon, mert amerikaiak csinálták. A magyar vezetőkre talán még ma is igaz, hogy sokkal inkább biztonsági játékosok, inkább olyanokkal szeretnek dolgozni, akiket már ismernek, akiket már kipróbáltak, nehogy véletlenül valamilyen rizikót kelljen vállalni. Hát az amerikai vezetőkre pont ennek az ellentéte a jellemző. Nekem az szimpatikusabb volt, annak a nyitottsága, annak az alapelve, hogy mindannyian képesek vagyunk elérni azt, amit szeretnénk, csak tennünk kell érte. Ez megfertőzött, és azóta is megvan. Na, megyek tovább, jó? Ó, hát ez a TV2-es korszakom. Erre nem emlékszem szívesen, ezt nem nagyon szerettem, ezt a korszakot. Itt tanultam meg talán azt, hogy bár szakmailag lehet, hogy készen van az ember 20 éves korára, felső vezetőnek lenni sok-sok élettapasztalatra is szükség van, úgyhogy nem szeretek osztályozni, meg kategóriákat alkotni, de talán ilyen 30-35 éves kor alatt én nem nagyon javasolnám senkinek, hogy vállaljon felsővezetői pozíciót, mert emberileg nincsen kész, nincs annyi tapasztalat, nincs annyi tudás, élettudás, ami képessé tenni az embert elviselni azt a sok terhet, bántást, ármányságot, kihívást és nehéz helyzetet, ami ebben a két évben, amíg ott dolgoztam, nekem jutott. Persze van benne jó is, ma már inkább ezekre emlékszem. Ez életem egyik legesleg nehezebb időszaka volt, emberileg, nem szakmailag. Tulajdonképpen azt hiszem, ez vagyok leginkább én. Mit mond a poszt? Muszáj elolvasnom. 2004-ben nagyot változott az életem. Ott hagytam a biztos és jól fizető állásomat, és kiugrottam a bizonytalan szabadságba. Na hát akkor ettől érzem ennyire jól magam ezzel a képen valószínű. Engem soha nem érdekelt a pozíció. Tehát, hogy én leginkább azt szerettem volna, hogyha a névjegykártyám sincsen. Én mindig a feladatot élveztem, mindig az oda valamihez vezető utat szerettem. Soha nem érdekelt igazából az eredmény. És 2004-ben a TV2 után vállalkozó lettem, ami hát abban az időszakban nem azt jelentette, amit ma éppen. Anyukám másfél hétig sírt, hogy megbolondultam, és valamit biztosan nagyon elrontottak a nevelésemmel, hogy egy ilyen jól fizető, magas pozícióban szabad szeretnék lenni. De hogy mindig is jobban érdekelt az alkotás, a valami újat létrehozás, semmint az, hogy igazgatóasszony, meg nagy autó, nagy céges package. Megyek tovább. Ó, hát... ez egy fantasztikus emlék, meg egy fantasztikus élmény. Sok dolgot tanultam abból, hogy a Forbes címlapján szerepeltem. Sokat beszélgettünk a főszerkesztővel, Galambos Mártonnal előtte, hogy én nem szeretnék egyedül lenni ezen a címlapon. Ebben a korszakomban még azt vallottam, hogy én szeretnék lenni Magyarországon az első számú második ember. Egyébként ez sikerült is. Tulajdonképpen azzal, hogy megalapítottam az amerikai típusú star managementet Magyarországon, valami olyan iparágat hoztam létre, ami korábban nem létezett, és ez az egész siker hát nem létezne, hogyha nem léteznének azok, akik engem bíztak meg azzal, hogy velük dolgozhassam, és ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy ők is ott legyenek velem a címlapon, hiszen nélkülük ez nem lenne. Aztán tanultam a Forbes címlappal valami olyan érdekes dolgot is, hogy tényleg, amit vallok és mondok másoknak, hogy a tudatos kommunikáció mennyire fontos és mennyire nagy ereje van, ezt a saját bőrömön megtapasztaltam, hiszen nem lettem sem tehetségesebb, sem tapasztaltabb azáltal, hogy a Forbes címlapjára kerültem, mégis egyre többen hitték el, hogy értek ahhoz, amit egyébként hosszú évek óta nagyon nagy sikerrel csináltam. Ettől úgy sokak szemében lettem
valaki, ha lehet ilyet mondani. Szóval ez sok-sok jót hozott nekem. Na menjünk is tovább. Jaj, hát ezt nagyon szeretem, hogy mi a sikertitka, törődj a magad dolgával. Szerintem ez egy olyan hitvallás, amit mindenkinek el kellene sajátítani. Nagyon gyakran tapasztaljuk egyrésztről azt, hogy mennyire befolyásol minket mások véleménye. Hogyha most oktató videóban lennénk, akkor így kinyújtanám a kezem, és azt mondanám, hogy soha ne hallgassatok másokra. Legyen mindig 2-3 ember körülöttetek, akivel mindig mindent meg lehet beszélni, akik objektív kritikusai és objektív támogatói annak a tevékenységnek, amit csináltok, és senki másra nem kell figyelni. A belső hang például az olyan, amire viszont érdemes. Na szóval azt gondolom, hogyha mindenki a saját maga dolgával törődne, akkor ez egy szebb világ lenne, mert akkor nem kéne sokaknak szomorkodni azért, mert mit mond más, illetőleg mindenki merné a saját életét építeni. Megyek tovább, túl gyorsan, mert ugye hát a temperamentum azért az nem változik az évekkel. Hát ez a Nőkomment című stúdióban producerként, ez egy hatalmas valóra vált álom az én életemben. Közel 6 évet volt dobozban a pilot, ami azért készült egyébként, hogy az általam képviselt, azaz, hogy a vállalatom által képviselt hírességeknek, ha nincsen elég munkájuk, akkor legyen, akkor majd én csinálok nekik. Így jött a Nőkomment című talkshow ötlete. Nagyon sok televízióval tárgyaltam, mindig kellett volna valamilyen kompromisszumot kötni vele kapcsolatban. És mivel nem volt létkérdés, hogy ez mikor jön össze, ezért nem voltam hajlandó kompromisszumot kötni ezzel kapcsolatban. Aztán valaki el akarta venni a nevét, és tulajdonképpen ezzel okozta a legjobbat, és ezt azért mondom el ezt a történetet, mert néha a legkilátástalanabb helyzet hozza meg a legnagyobb sikereket és a legalternatívabb utakat, ami egyébként magunktól nem jutna eszünkbe. Történt ugyanis, hogy az egyik kereskedelmi televízió feladta a velem való tárgyalássorozatot, úgy ítélték meg, hogy nálam makacsabb ember nincs a földön, és velem nem lehet megállapodni. Hát valljuk be, volt valami igazságuk. Viszont nagyon tetszett nekik ez a Nőkomment név, és gondolták, hogy hát most mit tudok én itt magán emberként csinálni, ők ezt bizony megvalósítják, más szereplőkkel, más koncepcióval, de ezen a néven. És amikor én ezt megtudtam, akkor égtelen haragra gerjedtem, úgyhogy aznap meghirdettem egy Nőkomment című színpadi női talkshow-t, amikor bárki megkérdezte, hogy mi lesz a színpadon, akkor csak annyit tudtam válaszolni, hogy fogalmam nincs. Amikor azt mondták, hogy ki lesz a színpadon, akkor azt tudtam mondani, hogy TMC-sek, de fogalmam nincs. És az egészről nincsen fogalmam, de hogyha valaha meghirdetek egy ilyet, akkor valószínűleg nem fog egy televízió csatorna is ugyanilyen néven talkshow-t hirdetni. Ennek az lett a vége, hogy több mint 100 nagyon sikeres teltházas előadást élt meg a színpadi változat. Erre figyelt föl egyébként az AMC Network, és így lett belőle végül tévéműsor, ami már az RTL 2 képernyőjén látható. Úgyhogy ez egyébként a kitartásomat is megmutatja szerintem ez a poszt. Ez a kép Klaudiát ábrázolja, Liptai Klaudiát, aki amellett, hogy az egyik legnevesebb ügyfele a TMC-nek, az egyik legszorosabb ember is az életemben. Amikor ő megkeresett engem, abban az évben közel 500 cikk jelent meg vele kapcsolatban a Honi Bulvár sajtóban. Kértem tőle 1,5-2 évet, hogy az ő imidzsét, ami teljesen valótlanul egy ilyen botrányhős imidzs volt szélesen hazában, megváltoztassuk, és inkább a valóságot képesek legyünk megmutatni. És képzeljétek el, hogy 1,5 év múlva ebből a nagyon hangos botrányhősnő szerepből megjelent egy cikk, ami arról szólt, hogy szegény Liptai Klaudia hogy járt az előtte lévő napon, a kislányával kertészkedett, és ezek a fránya csúnya vakondok feltúrták az egész kertjét. És akkor ő felhívott engem telefonon, és azt mondta, hogy tudod, Kriszta, lehet, hogy te vagy az egyetlen, aki egy könnyűvérű, hírű nőből kertészkedő úrilányt tudott csinálni. Miközben hát ez nem volt egy mesterséges dolog, sokkal inkább közel volt az ő személyiségéhez ez a második, csak tudatos kommunikáció eredménye. A tudatos kommunikáció, a tudatos márkaépítés, a személyes márkára való odafigyelés az nagyon-nagyon fontos, de a jó hír az, hogy tökéletesen befolyásolható önmagunk által. Hát ez már teljesen az új életem, egy mikrofon van a kezemben. Ha tudnátok, hogy ez micsoda elképzelhetetlen dolog lett volna még 4 évvel ezelőtt is, lett egy ügyem, lett egy misszióm, és ez mindent felülír. Segítsek a tudásommal és a tapasztalatommal olyanoknak, akik nem akarnak önmaguk neki menni a falaknak, hanem esetleg más tapasztalatából tudnak merítkezni. Teljesen organikusan 2
nagy csoport van, akihez én szólok. Az egyik az a KKV, tehát a kis és középvállalatok köre és vállalkozók köre Magyarországon. A másik pedig olyan közép és majdnem felsővezetők a korporét nagyvállalatoknál, akik elakadtak egy szinten, és nem tudják, hogy hogyan tovább, merre tovább, hogyan hallassák a hangukat. Nagyon sok nagyvállalatnál tartok ma már tréningeket és úgynevezett motivációs előadásokat, amit én sokkal inkább szeretek inspirációs előadásoknak hívni, mert a motiváció foglalt már valaki által, és jó az, hogyha az embernek saját címkéje van, ugye nem tudok kilépni a saját szerepemből. Jaj, hát az én kis diákjaim. Na de ha őket megmutatjuk, akkor a másik osztályt is meg kell, itt vannak. Egy kísérleti program része vagyok a Budenz József Alapítványi Gimnáziumban, ami, hát amiért nem tudok elég hálás lenni az életben. 3 teljes évet zártam, mindig 10-eseket tanítok, illetőleg idén 11-ben csináltunk egy kommunikációs fakultációt. Egyrészt imádok velük dolgozni, másrészt rácáfolnak mindenre, amit a mai fiatalokról mondanak. Nagyon-nagyon nagy eredményeket érünk el. Van olyan, aki meg sem mer szólalni az első órán, és már prezentációt tart az év végén, az utolsó órán. Nagyon sok kommunikációs játékot csinálunk együtt, megismerjük a televíziózás, a színház világát, a rádiózást, tehát egy kicsit ez egy ilyen média kommunikáció, személyes márkaépítés, tudatos kommunikáció kurzus, és imádom minden pillanatát. Kész. Végre vége!